Jó, ott látjátok azt a sötét foltot, az a húgyhója, és azért sötét, mert tele van folyadékkal. Nagy igyekezettel készültek a sökösdi gyerekek arra az országos versenyre, amelynek fő témája a kutya. A gyerekek megismerkedhettek az ultrahangos készülékkel, a laborautomatával, de ezen a napon különlegességképpen egy süni is érkezett az állatorvosi rendelőbe. 4. sükösdi kisdiák bejutott egy országos döntőbe, aminek a fő témája a kutyák. Nagy örömmel szolgált ez a hír, mert sükösdön is állatorvosi tevékenységet végzek, és meghallottam, hogy milyen sikerekkel jártak a kisdiákok. És a szülőkkel, illetve a pedagógussal egyeztetve segítettünk nekik valamennyire a felkészülésre, segítettem összeállítani nekik különféle statisztikai adatokat, illetve olyan információkat, amit a kutyáról illik tudni egy 4. kisdiáknak. Azt hiszem, hogy a napnak a fő fénypontja a süni volt, és nagy örömünkre szolgált, hogy tetszett a gyerekeknek. Ez egy olyan sünfajta, ami engedélyezett, tehát nem a természetben lévő, mert az, vagy élő, mert az védett állat. Ultrahangos vizsgálattal volt egy kutyus, illetve volt a süni, illetve egy Vaskut községből az egyik állattartó barátomtól kértem egy anyacicát, azt hiszem 5 néhány napos kis cicával együtt. És akkor azokat is bemutattuk a gyerekeknek, de hát mivel ők falusi gyerekek, valószínű, hogy láttak ilyet. De mégis meglepetés volt. Doktor úr volt olyan kedves, és meghívott bennünket, ugyanis ezek a gyerekek beneveztek egy Rigó énekeljen című Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatversenyre, és ezen a versenyen bejutottak az országos döntőbe, ami májusban kerül megrendezésre, és a doktor úr meghívott bennünket, hogy újabb információkkal lássa el a gyerekeket, egy kicsit segítse a felkészülésüket. Az idei évben ennek a versenynek a témája a kutya. 2 levelezős fordulója volt ennek a versenynek, azután egy megyei döntő következett, és ezen a megyei döntőn elsők lettek ezek a gyerekek, így jutottak tovább az országos fordulóba. Erre a versenyre az iskolánkból 3 csapat is benevezésre került, és a 3 csapat közül 2 jutott a megyei fordulóból tovább az országosra, és azért én kísértem most a gyerekeket, én az osztályfőnökük vagyok, mert a felkészítő tanár, Lógoné Kovács Zsuzsanna, ő éppen ezen a hétvégén van a nyíregyházi versenyen a 6. csapattal. Környezetismeret tanárunk benevezett minket, az osztályból mi vagyunk a legjobbak környezetből. És szeretjük az állatokat. És alkotunk egy falka nevet. És szeretjük az állatokat. Igen. A csapatnév az, hogy falka. Az első verseny az ilyen levelezős volt, ha jól tudom, 2 fordulós. És bejutottunk a megyeire. Ott első helyen bejutottunk az országos döntőbe. Szeretnénk elsők lenni. Minden jó fejezést szeretnénk elérni. Meg hogy a szabadtéri foglalkozásokon azért érjünk el ott is helyezést. Hogy jól szórakozzunk. És hogy mi az, amit ebben a korban már illik tudni a kutyákról? Hát egy 4. osztályos kisdiák, legalábbis ez a 4 kisdiák, tehát nagyon sok mindent tud a kutyáról, olyan információ adatbázissal rendelkeznek, ahogy megfigyeltem, tehát van egy általános tudásuk, illetve úgymond szakosodtak, tehát 4 mindent tudni fognak, és felajánlottam nekik egy különleges díjat, hogyha az első 3-ba kerülnek, akkor szívesen várjuk őket a rendelőbe, mert május 31-én, tehát Magyarországon először a rendelőnkbe egy úgynevezett infrakamerás diagnosztikai vizsgálatokat fogunk végezni, amit eddig csak a humán gyógyászatban végeztek ilyen minőségű kamerákkal. És mivel ez egy nagyon unikum, tehát bízom benne, hogy a kisdiákokkal találkozni fogok május 31-én itt. A felvétel óta eltelt idő alatt lezajlott a verseny, a gyerekek pedig beválthatják megérdemelt jutalmukat, hiszen a Nyíregyházán rendezett országos döntő első helyezését hozták el.